Hát akkor elkezdhetjük? Jó, hát akkor valaki ilyenkor általában bemutatja az előadót, az most hadd legyek akkor én, hogy minél kevesebb időt pazaroljunk. Hallani így, ha beszélek? Akkor is, ha más is beszél? Mert tartok tőle, hogy ezt nem tudjuk megspórolni, hogy mások is ne beszéljenek. Valószínűleg mind barátunk lesz, de nem mindenki szereti majd, amit én itt mondok. És ezt meg kell értenünk. Na, minden esetre szeretettel köszöntöm a tisztelt egybegyűlteket. A témánk elhangzott címként, tehát Szkítiától Pannoniáig. Most ez már megjelent könyvalakban is ilyen címmel erről a témáról, de én éppenséggel nem azt szeretném elmondani, ami abban, hát ez már évtizedekkel ezelőtt jelent meg, hanem olyan valamit, ami ezt inkább kiegészíti. És az volt az érzésem, hogy akik ide engem meghívnak, azok elsősorban nem is a történeti anyagot, úgy, ahogyan az történetkönyvekben le van írva, hát szeretnék itt hallani és látni, hanem azt, ami ebből a szkíta hagyatékból egyenesen nekünk szól ma. Tehát ez a bizonyos Pannoniáig, ez azt is jelenti, hogy a máig. Tehát ami tanulság, a szkíta műveltség ránk maradt hagyatékából a mai napig hasznosítható. De akkor átadom, hogy nálam érdemesebb valakinek. Nem érdemesebb, csak szeretnék egy kis technikai segítséget, mert hátul nem hallják, és hogyha fölvenné ezt. Most erről nem volt szó. A lábjegyzet, az apró betűs rész volt. Nem lehet, mert berecseg a technika, vagy kézi mikrofon van. Kézi mikrofon? Hát a kézi mikrofon az kiváló, arra találták fel. Akkor köszönjük. Akkor ezt ki lehet venni. Bocsánat, csak nem hallják át. Na most így már nem. Tehát ez most van, na alakul. Tehát hátul lehet hallani? Igen. Az a kínos, hogy a igen, meg a nem, az ilyen távolságban már egyformán hallatszik. Tehát most én ezt igennek értelmeztem. Jó. Akkor még egyszer szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket, és akkor most már nem ismételném el, amit eddig mondtam, mert vagy kiderül a folytatásból, vagy nem, és akkor már úgyis baj van. Tehát akkor maradjunk annál, hogy a mának szóló tanúságokat szeretném elsősorban hangsúlyozni, és hát bőven van mának szóló tanúság az kit a műveltségben. A előfeltételezés, aminek alapján én továbbiakat ismertetni, elmondani szeretném, az az, hogy amikor egy leletanyag előkerül, akkor el lehet dönteni, hogy engem mi érdekel jobban. Az, amit azok gondoltak róla, vagy következtettek belőle, akik eltemették, vagy azoknak szól a fontosabb üzenet, akik megtalálják. Nekem meggyőződésem, hogy az utóbbi tény, az, ami áll, és amit nagyon figyelembe kell vennünk. És ez nagyon meggondolkoztat, mert az szkíta anyag, amit ma ismerünk, hát bizony elég gazdag anyagot ismerünk belőle, az nem feltétlenül a legjobb kezekbe került, amikor ezeket feltárták. Mondhatnám, az elképzelhető legrosszabb kezekbe. Tehát ne felejtsük el, ennek az anyagnak a legnagyobb része ma is, hát most már nem Leningrádnak, hanem Szentpétervárnak, egy darabig még valószínűleg ez is marad, tehát a Szentpétervári Ermitásba került. Tehát egy olyan hatalom kezébe, ami az a legnegatívabb elérő hatalom volt nagyon hosszú ideig, utána fölváltott egy még nála is negatívabb. Tehát a mai örökség is olyan kezekben van, amikre én nem azt mondanám, hogy tiszták, és nem is azt, hogy az ő kezükben való ez az anyag. Ennek a negatívumait, tehát a
hát nem éppen hát kedvező következményeit naponta tapasztalhatjuk. Tehát ez azt jelenti, hogy az két a műveltség, az hozzánk, akik hát köztudottan egyenes folytatói vagyunk az két a műveltségnek, és hát ezt szeretném én most néhány nagyon-nagyon pontos hát sorrendiséggel bizonyítani, hogy bizony itt, még csak nem is azt mondom, hogy százados nagy lépésekkel, de gyönyörűen el tudunk jutni az két a műveltségtől úgy a jelenkori, tehát még éppen élő népművészetünkig, hogy semmiféle közbülső hiány vagy hiátus, tehát rés nem tapasztalható. És ez önmagában még nem lenne nagyon fontos tény, de nincs még egy, tehát semmilyen más nemzetnek a folytatólagos története nem tud fölmutatni a szkítáktól egy ilyen folyamatosságot. Ez meg megint kemény tény. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy mi igen, hanem arról is, hogy az összes többi pedig nem. És ez így már együtt a kettő nagyon kemény. Na, ezt szeretném én most a továbbiakban képekkel igazolni. Hozzáteszem, hogy nem volt nehéz feladat. Tehát igazán ne ezt tekintsük majd a végén nagy dolognak, hanem azt, ami majd bennünk leszűrődik ebből tanulságként. Azt már is kezdhetjük fogalmazni. Na most, ez nem az első kép, ez mindjárt a második kép, de adom az elsőt. Az elején nagyon gyorsan szeretnék majd végig szaladni, mert ezek ismert képek. Ismertek olyan értelemben is, hogy tudjuk, ez az egyik legismertebb, legtöbbet emlegetett lelőhelyről származik. Ez a Fekete-tenger északi partvidékének is a hát hogy mondjam, ha valaki esetleg térképet is maga elé tud képzelni, direkt nem hoztam el, mert akkor tényleg ragadtam volna, de annyira már ismerem a szokásaimat. Tehát lényeg az, hogy a kicsit keletebbre a központjától a félszigetnek, ott helyezkedik el ez a Kolóba nevezetű lelőhely, és annak az egyik kurgányából került elő. Ez is meg a következő is. Na most ezt erre mondhatjuk, hogy magyar területen, legalábbis a magyarul is gondolkozóknak a körében ezek a legismertebbek talán ma a szkíta műveltségből, mire ezért is tettem őket az elejére. Na most az, hogy itt a vérszerződésnek egy bizonyos korai megjelenésére van szó, érdekes módon még ezt sem tagadják le, még a hivatalos magyarázatok sem. Nagyon nehéz is lenne ezt is megmondom már is. Tehát rengeteg dolgot le lehet tagadni, részben úgy, hogy nem szólok róla, részben meg azt, hogy rosszat mondok róla. Mind a kettőt gyakorolják nap, mint nap. De a lényeg az, hogy ezt valamilyen oknál fogva nem tekintik. De lényeges kérdésnek, tehát ez bizony vérszerződés előképként szerepel, akár még orosz nyelvű kiadványunkban is. Na most, már is hallnám a következőt. Ez a szkíta műveltségnek egyébként nem ezzel a szakaszával fogunk legtöbbet foglalkozni, mert itt már erősen érződik egy olyan kapcsolatnak a nyoma, amikor már a látványból kiinduló művészettípust, amit hát mi általában a ókori görögség és azt követő romai műveltség köréből ismerünk, az már bizony betette a lábát erre a területre, hát nem véletlen, mert itt ez határterület volt már a görög, hát gyarmatotti városállamok és a szkíták között, de maga a rítus az teljesen tipikusan szkíta, leírásokat is tudom, és akkor még egy pillanatra az előzőt visszaadva, úgy látszik, ezt nem szereti. Legalábbis már tudom. Tehát ez azért fontos, hogy ezt a kettősséget együtt lássuk. Ennél a késői, tehát már a negyedik század, sőt van, amikor már a harmadik században is belenyúlik ez a késői. Ez mind Krisztus előtt természetesen ez a fajta műveltségtípus, hogy azért vegyük észre, hogy az a jellegzetessége a szkíta műveltségnek, amivel végig foglalkozni fogunk itt, egészen a jelenkorig, az a képírást tekinti meghatározónak, és nem pedig az ábrázolást. Ez két merőben más viszonyulás ahhoz, amit én meg akarok örökíteni, tehát amit én nem a saját koromnak, hanem
beláthatatlan messzeségi utók vannak számok, tanúságok, fészkél. Na most miért mondom, hogy itt mind a kettő jelen van? Azért, ha megkérdezem most hányan vannak itt, már most nem itt, mert itt sokan, hál' Istennek, hanem itt a képen. Nem véletlen, hogy kétféle leolvasás van. Mind a kettő jó ugyanis. Ha az egyik, ha azt kérdezem, hogy térben hányan vannak jelen, a másik pedig, hogy időben hányan vannak jelen. Tehát ez a műveltség nem térben fogalmaz, hanem egységes téridőben. És ez a mai napig érvényes abban a vonalban, amit ma itt követni fogunk. És ezt nagyon jegyezzük meg mindjárt az elején, mert semmire sem megyünk, hogyha ezt nem veszünk komolyan. Egyébként hozzáteszem, hogy gyerekkel az is téridőrendszerben fogalmaz, ezt is bizonyítani lehet, sőt, tettük is annak idején, de hát ez már egy lejátszott meccs. Na most honnan veszem én azt, hogy egynek is lehet értelmezni? Amikor a két profilarc összeér, ez a szellemiség már nem kettő, hanem egy. Ez egyetlen szembenéző arc. És aki ezt nem veszi észre, azt már most lebeszélem arról, hogy hallgassa tovább az előadást. Semmi értelme nincs. Tényleg semmi értelme nincs. Na most ez a fajta fogalmazás, ez végig megy azon, amit mi Szkíta utódnépeknek a műveltségét nevünknek nevezünk, és hát ami majd mindjárt látjuk, a hunoknál ugyanígy folytatódik, utána a avaroknál ugyanígy folytatódik, és utána bizony a honfoglaloknál megint ugyanígy folytatódik, és egészen a 19. századi magyar népművészetig végigkövethető. Na most ez a népművészet pedig nem halt meg. Nagyon szeretnék, ha meghalt volna. Nem halt meg, él. Tehát bármely pillanatban, bármikor tetten tudjuk érni. Olyan népművésznek, aki tényleg komolyan beszél, azt tudja, népművész, és nem pedig leszállott kultúriáknak a tovább hengergetője. No, tehát ezt feltétlenül jegyezzük meg. Most a következőkről is csak ilyen röviden szeretnék beszélni, éppen csak emlékeztetőül, hogy tudnék, adva van egy olyan fogalom, amit mi nem a mi nyelvünkben tudunk követni, de ne felejtsük el, hogy nekünk azért rokonaink vannak. És mindegyik hivatkozik a szkítákra, és mindegyik jobban hivatkozik. Ha nem is olyan mértékben jobban, mint mi, mert ne felejtsük el, azért szkítáknak nem a törököket nevezték a maguk korában, hanem egyedül és kizárólag a magyarokat. Tessék ezt tudomásul venni. Ha véletlenül nem hallottak még erről. Nem valószínű, hogy hallottak, mert ezt tananyagban nincs benne. Kizárólag a magyar király nevezik Szkíta királynak, kizárólag a magyarságot nevezik Szkítának. Tehát ez azt jelenti, hogy most ne csodálkozzunk azon, ha nem nagyon szeretünk osztozni ebben a címben senki, még a törökkel sem, pedig ők is bizony nagyon tartják a leszármazást, és nem egészen jogtalanul tartják. Tehát bizony mértékig nagyon is jogos az ő leszármazás tudatok is. Hozzáteszem, hogy ugyanazok ugyanolyan mértékben akadályozzák őket is, mint bennünket. Tehát mi nagyon hamar megtalálhatnánk velük a hangot, hát hogyha nem olyan azok közvetítenének, akik hát ugye általában a tolmácsanak. Na most minden esetre olyan példákat már nem egyet fogok mutatni, de lesz ezentúl is, hogy nem a mi nyelvünkben maradt fenn ennek a magyarázata. Ha én megkérdezem, hogy egyetlen szóval hogyan jellemeznénk ezt a kapcsolatot, akkor mit mondanánk? Háttársi kapcsolat, átkadás, így van, pontosan. És aki járt Törökországba, akár még mostanában is, de hát ezelőtt évtizedekkel én többször voltam kint, ez egy beszélő név. Tehát bármilyen furcsa hangzik, rendőr. Amikor ezt a szót hallotta, hát egy olyan helyzetben azonnal intézkedett, ahol már tulajdonképpen akár az egész buszú közönséget, bennünket, hát mele lehetett volna csukatni, mert olyan mértékben voltunk akadályozva a forgalomban. Nem a mi hibánk volt, ez egy más kérdés. De abban a pillanatban, hogy meghallott ezt a szót, hogy átkadás, abban a pillanatban intézkedett, elterelt az összes forgalmat, és nekünk adta meg az elsőbségünk. És ez egyetlen úton kétszer fordult elő. Tehát ez azt jelenti, hogy itt nem elszólt jelenségről van szó, és hát mondjuk rendőr az sehol van, hogy mondjam, csak a kultúra csúcsa, de ez azt jelenti, hogy a legmélyebb szintjén is a lépnek, hogy bizony ez egy élő hagyomány.
Na most ezt feltétlenül jegyezzünk meg, de ne csak ennyit, hanem ha már ezt alapnak tekintjük a további gondolatokhoz, akkor vegyük észre, hogy az egyik így a nyílveszélyt fölfelé irányítja, a másik pedig lefelé. Na most én időnként megszólaltatom jobban tudó urat is. Ez a jobban tudó úr, ezt tudjuk, ez az akadémikus, ez a mindenkori akadémikus, aki mindig jobban tud. Tehát, és ezt nincs értelme tagadni, mert őt ezért fizetik, hogy valamit kiforgasson abból, amit itt hall, és ez neki valamilyen szinten jobban kell tudni. Na most ez a jobban tudó ír azonnal jelentkezik, hogy hát ez biztosan a nem kell ebből semmit következtetni, nem szabad beleolvasni dolgokat. Miért? Mert ez biztos az ásatásoknál torzult el, mert biztosan majd ki is kell majd egészíteni, vagy ki egyenesíteni, mert ez biztos mind a kettő teljesen vízszintesen ment. Csak hát ásatásnál ugye rosszul nyúltak hozzá, az egyik tényleg, tényleg? Nagyon érdekes. És én életlenül tényleg úgy alakult, hogy aki idős, az fölfelé irányítja a nyilvesszőt. Aki meg fiatal, ezt jól lehet látni, melyik a fiatal, melyik az idős. És ez nem egy példánkban került elő. Tehát ezt én ne felejtsük el, ez is kurománból került elő. Tehát ugyanarról helyszínről, mint az előző. És bizony a fiatal meg lefelé. Ez mit jelent? Na ez már mának szó. Mert ezt szkítakorban nem kellett magyarázni. Az öreg... Ja, most neki is van véleménye. Na szóval a lényeg az, hogy az idős az már felülről kapja az utasítást. Ő meg itt hagyja végre. Ezt nem lehet megcserélni. Na most aki idősek otthonába vágja a nagypapát, hát az bizony mellé fog itt lőni. És hát odáig kellett ezt a társadalmat, nem csak a miénket, általában jelenleg az emberi társadalom, odáig kellett zülleszteni, hogy sajnos ma már nagypapa se tud hova célozni. Miért? Mert egész életében ezt a egy mozdulatot tette. Igaz, hogy naponta 245-ször, de már semmilyen ennél magasabb lenni tapasztalata a hivatalosan neki megjelölt úton már nem lehetett az ügyet. Tehát itt nagyon lényeges kérdésről van szó, hogy ezek minden olyan kérdése, ami jelenleg a legégetőbb, ez a műveltség mindegyikre ad egy választ. Vagy elfogadjuk, vagy nem. Tehát vagy azt mondjuk rá, hogy ugye, beleolvasás. Persze. Na de mit tudok beleolvasni? Hát elnézést kérek, ami itt van. Most jobban tudom, hogy annak itt semmi nincs, mit olvasna bele? Tehát azért ilyenekre is gondoljunk. Na, nyilvánvalóan itt nem beleolvasásról van szó, hanem leolvasásról. Tehát itt ez egy két merőben különböző útvonal. Na akkor nézzük most már. Ezt a kettőt mindenképp, vagy bocsánat, most visszafelé mentem, tehát kettőt megyünk előre, sőt most ez nagyon működik. Hát ez sajnos el kell higgyék, amit mondok róla, itt is azt kérdeztem volna meg, ez honfoglaláskori. Tehát most egy szép nagyot léptünk előre, ez a tiszaeszvári sírból szabályos feltárás, tehát nem olyan lelet, ami éppen hát valahol előkerült, és hát elég hosszú ideig raktáron volt. Na, magyarul. 9, és ez honfogláskori, mondom, sírlelet. Na most, bekerül ez a köztudatba? Egy rendkívül lényeges dologról. Hány ember ez? Most már ugyanazt a kérdést fel kell tennem, most eltelt közben, ugye 400 év körülbelül a Krisztus előtt, meg még mondjuk 800 évig, 1200 év a távolság jelenleg időszámításunk szerint. És mit látunk? Gyakorlatilag ugyanazt a tényt. Tehát ha látom persze. És azt is látom innen, hogy a jobb oldalt lévő az ugyanennek, tehát azt jelenti, hogy nem egy példányban maradt fel, ugyanennek letört a fejét, a fejrésze, de egy másik helyszín, egészen más helyszínről való. Tehát a hátánál most már nem csak összeér a két ember, hanem úgy egyesül, hogy fönn már egyetlen feje van, de ez a fej nem emberfej. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor az ember kézbe vesz, mert ennek van jó másolata. Nem tudom, kik készítik ezeket a másolatokat, van, akit ismerek, de ezt nem valószínűleg nem ő készítette, de minden esetre be lehet szeretni. Tehát ma elég jó
másolati anyagban, forgalomban, nem tudom, hogy itt is van-e, de be lehet szerelni. Csak annyit kell mondani a Tiszaeszlán. Tiszaeszlán, meg másról gondolom, úgyis eszünkbe jut. Nem éppen kellemes az emlékekből, de tudni lehet. Tehát nem kell keresgetni az interneten. Tehát teljesen egy hát, a kettő már nem csak összeér, hanem ugyanaz. És fölül pedig, hát ez az, amit vagy elhisznek, vagy nem. Ez két ilyen valami kiáll a fejből. Na most, ha itt két ilyen, amit hát első közelítésben nyilvánvalóan agacsnak fogunk nézni, hát másnak nagyon nehéz. Na most, ha én egy ilyet látok, akkor ez most kicsoda, micsoda. De nagyon nehéz másnak megnevezni. Honfoglaláskorban vagyunk, tehát nem Szibériában vagyunk. Két agancs, nyilvánvaló egy táltos, az, ami az elsőre beugrik az emberek. Igen, ám, de az ember tovább nézegeti közelről, hát ezt most azért kell ennyire rövidre fogni, mert nem látják. Tehát azért meg lehet oldani 21. században, hogy ne lássunk egyvetítésen, ez tényleg aránylag könnyen megmutató. Tehát minden esetre ez a kettő, ez két olyan végtag, aminek olló a vége. Olló, szabályszerűen olló. Ne felejtsd, ez körülbelül ekkora. Sőt, a fej még valamivel kisebb, az eredeti. Na most jól látható az olló. Tehát ollója kétféle állatnak van. Vagy a skorpiónak, vagy a ráknak. Minden az dönt el, hogy a kettő közt mi van. Na most, ha közelről megnézem, tökéletesen látod, egy folyami rákról van szó. Na most, ha én háttal valakinek állok, akkor én egy évköri rendszerben hol helyezkedem el, és védőleg állok vele háttal. Akkor én az ikreknél vagyok. Honnan tudom? Mert az ikrek soha egymás ellen nem harcolnak. Tehát ők csak fölfelé igyekeznek, azon az áron, hogy a másikat segítem. Ez a titka az iker kapcsolatnak. Mi közünk van nekünk az ikrek? Ez. Hát ezt azért élik tudni. Tehát itt, ha valahol a világban, itt élik tudni. Úgyhogy a magyarságnak a szellemi tulajdonságai az a nyilas az évköri egységek közül, vagy az ekliptikán a nyilas csillagként. Ezt soha mi nem tagadhatjuk meg, mert nem mi választottuk. Tehát itt nem arról van szó, hogy én nagyon akarok nyilas lenni, és akkor addig küzdök, amíg végül mindenkit kipofozok, aki nem ismeri el. Hanem arról van szó, hogy miután egyáltalán ismerünk úgynevezett mundán asztrológia besorolásokat, ahol nem egyénnek készítik el a jellemképét, hanem nemzetnek. Ha egyáltalán nemzetnek nevezhető az a képződmény. De hát amelyik összelopkodta a területét, annak még nem lehet ilyen tulajdonsága. Mert az nincs jelen az állat teljességében, hogy én minden talpalatnyi földemhez árulás, hazudozás és gyilkolás révén jutottam. Én kettőt, hármat tudnék itt a szomszédságból ilyet mondani. Ezeknek nincs is ilyen. Tehát én azt mondom, hogy most tessék megmondani, hogy a szlovák hova tartunk. Sehova. Szlovák egyetlen dolgot tud, kellő mértékig gyűlölni a magyart. Ez az egyetlen definíciós alap. Ilyen pedig nincs az állatőrben. Tehát a világot nem lehet ilyen alapon fölépíteni. Bennünket pedig minden nemzet, aki egyáltalán tájékozódik ilyen keretekben, mindegyik a nyilassos szorol. Csak ott van a gond, hogy nem mondják hozzá szellemi értelemben. És ez nagyon nem mindegy, hogy szellemi értelemben, vagy testetöltés, hát hogy mondjam, fázisán. Ugyanis a testetöltés a szellemiséggel mindig szemben van az évkörben, és ezt nagyon tessék megtanulni. Tehát a szellemiséget tényleg Nimród adja, akit mindenki, a halálos ellenségünk is nagy vadásznak nevez az Úr előtt. Halálos ellenségünk. De nem tudja letagadni, mert ez a szellemiséget tényleg meghatározó tulajdonság. Na de amikor megjelenik a Földön, akkor nem névnagyként jelenik meg, hanem hungar és magyarként, természetesen. Tehát a magyar saját nevén itt jelenik meg. Tehát vigyázzat, mert a kettőt nehogy már összekeverjük. Teljesen más a szerepe az ember, mint egyetemes minőség.
hát életvitelében a szellemiségnek, meg a testiségnek. Na most, ha ennél nekem ilyen magas rendű a szellemisége, én akkor nem fogok a testvéremmel harcolni. De ez nem mindenkinek tetszik. Tehát amit mi a legújabbkori történelmből ismerünk, az egyetlen, valóban egyetlen törekvés, akármelyik felbérelt szomszédunk, vagy második szomszédunk, mindenképpen éket akar verni két magyar közé. Ne értsen egyet két magyar. És elhitetik velünk, hogy ez nekünk már eleve betegségünk. Magyar betegség, hogy állandóan veszek. Nem igaz. Ennél nagyobbat hazudni egyszerűen nem is lehet. Tehát a humor-magyar kapcsolatban semmi nyoma nincs annak, hogy az egyik a másik rovására akarna érvényesülni. De naponta, percenként megosztó kísérlet próbál ennek elejét venni, hogy egymást tudjuk segíteni. És amíg ebben nem vesszük észre ezt a másik felet, aki viszont nem ikrek természetű, és nagyon nem szereti, hogyha mi ikrek jellegű kapcsolatban vagyunk egymással, ha mi ezt nem veszük észre, akkor állandóan lépre megyünk. Mert nekem most azt súgja a fülembe az illető, hogy ő most szitta az anyámat. Nem szitta az anyámat. De én rögtön ugrok, mert heves vagyok, vagy elmondott mindenfélének, és akkor én most őt fogom bántani, mert megadja a testvére. Hát teljesen bolondok vagyunk, hogyha ennek lépre megyünk. De hát naponta, percenként folyik a kísérlet. Tehát nagyon lényeges tudni, az ikrek soha nem egymás ellen harcolnak. És ezt itt kell megbeszélnünk még mindjárt az elején, és ezt még talán úgy is el tudom mondani, hogy nem kell látni feltétlenül a képet, mert aztán már a képekhez kapcsolódik. Tehát a lényeg egyenek micsoda. Ha egyszer mi úgy harcolunk, hogy csak a másik ért, akkor van ennek a küzdelemnek vesztese? Mert van küzdés, kemény próba. De mi a cél? Az, hogy mind a ketten jobbak legyünk a küzdelem végén. Tehát én ő neki a legjobbat akarom, és véghez is viszem. És ő meg nekem a legjobbat akarja, és ezt a legkeményebb, hát hogy mondjam, megpróbáltatás árán is kiharcolja. Tehát ez kemény küzdelem, ezt ne felejtsük el. Na most, ha egyszer nincs vesztese, akkor ezek szerint ugye nincs győzteses. De van. Van. Akkor ki a győztese? Aki a másikat maga fölé tudja emelni. Ennyit erről. Na most nagyon lényeges a kérdés. Tudni, ezt a hagyományt két vonalon követte az emberiség. Az egyik írásban hagyta ránk, a másik képekben hagyta ránk. Írásban ezt már kitaláltjuk, ez a görög-római műveltség. És ez ugyanazt tekintette hősnek, példaképnek, akit az egyik szkíta hagyomány szerint ősatyuknak tekintettek a szkíták. Kiről beszélek? Héraklészről. Héraklész, az Herkules néven szoktuk emlegetni. Hát bizony, ez a szkíták egyik leszármazás vonalán, ő az ősatya. Tehát ez azt jelenti, hogy az, amit őról a leírnak, azt nekünk nagyon is komolyan kell venni. Na most nem tudom, mennyire emlékszünk rá, 12 tette volt, és amire én most hivatkozom, az a 13. Tehát a 12-t nagyszerűen el lehetett helyezni az állatövbe, a 13. az a föld fia, fiával való küzdelem. Tehát ez ugye Antheus. Na most a Gaia ugye az édesanyja. És mit csinál ez a Herkules? Most tényleg minden szó fontos ebben a leírásban. Tehát mit csinált eddig Herkules? Hát nyilván hát körül darabolt, vagy körül ölelte az ellenfelét, fölemelte és földhöz vágta. Na igen ám, de ahányszor földhöz vágja, ez mit jelent? A problémát egyre földközelibb módon akarja megoldani. Nem tudom, érthető. Ez már nekünk szól. Egyre földközelibb módon. Most mi történik ekkor? Ő veszít erőt, az meg nyer erőt, mert az anyja ilyenkor mindig föltölti erővel. Ez ebből kifolyólag egyre súlyosabb lesz. Micsoda? A probléma. És biztos, hogy mi nem így akarjuk megoldani a problémáinkat? Egyre földközelibben hozzuk. És csodálkozunk, hogy egyre súlyosabb lesz, és nem tudjuk megoldani. Na most kinek szól a tanulság?
Tehát nagyon lényeges dolog. Ezt a görögök nem értik. Nem a saját hagyományukról van szó. A szkíta abba hagyja a történetet képben, abban a pillanatban, amikor maga fölé tudta emelni az ellenfelét. Miért? Mert itt nem hívják ki az ATV-t, hogy közvetítsen. Tehát ezt mindketten tudják, de nem szabad közkincsíteni. Miért? Mert azzal megaláznám az ellenfelet. Nem tudom érteni. Tehát ennek igenis titokban kell maradni, mégpedig úgy, hogy az a látszat legyen, hogy akire nem tartozik, az azt hiszi, hogy nincs is győztes. Ezt ketten tudjuk, hogy van győztes. És azt is tudjuk, hogy miért győztes. Anélkül, hogy bármelyik megszégyenülne ezáltal. Na, ez a szkíta. Eddig még párhuzamosan futott a görög magyarára. És hogy fejezi be a görög? Maga fölé emelte, és a levegőben megfojtotta. Nem tudom, érthető-e. Na, ez az a műveltség, amelyik jelenleg a világot kézbe tartja, és ezért utálnak bennünket. Mert mi tudjuk, hogy ők ilyenek, de ők soha nem értik meg, hogy minek miért nem ilyenek vagyunk. És amíg mi nem ilyenek vagyunk, addig vagyunk magyarok, és addig mi biztosak lehetünk benne, hogy élni is fogunk. És ez nagyon-nagyon lényeges kérdés. És ez a szkíta erkölcs. Na most azt tudni való, mert amit irodalomban meg lehetett tanulni, azt azért az ember megtanulja. Tehát lehet tudni, hogy amikor a római birodalomban a legrosszabb volt erkölcsi tekintetben a helyzet. Ez a császárságnak, az körülbelül már az első század, de a második Tomáxtán egyre mélyebb. Egyetlen olyan erkölcs típus volt, amire lehetett hivatkozni, ami egy kikezdhetetlen erkölcs. Azt hogy hívták? Ez volt a szkíta erkölcs. Tehát a szkítát nem a hadi győzelmei révén emlegették, és nem mondom, hódítóként, és nem ilyen vagy olyanként, az erkölcsőre. Na most, ha mi nem vagyunk erkölcsőre, jön a következő trianon. Aztán, ha utána is, akkor megint jön egy trianon. Tehát ne felejtsük el, a Jóisten már ennél szigorúbban nem tud figyelmeztetni, hogy ne térjetek le erről az erkölcsről. Ezt kaptátok feladatul. És ha nem így éltek, akkor elvesztetek mindent saját ostobaságotok miatt. És akkor meg is érdemlitek. Most ezt azért kellett elmondanom, mert nem véletlenül beszélgetünk itt most itt a műveltségről. Tehát ennek ez az alfája és omegája. Na akkor úgy látszik, hogy valaki nem szereti itt, amiket én mesélek. Mondjuk én nem csodálkozom ezen, csak azért próbáljunk. Úgymond ez a, hát ha olyan lenne a világítás, látnánk, ez teljesen szabályos folyamirány. Na most ez mit jelent? Amikor a magyarság, ugye Árpádék vezetésével bejön ide másodjára, nem elsőre, ezt remélem azért ennyit mindenképpen tudnak, és ezzel nem lehet vitatkozni, második bejövetel, secundus ingressus, ezzel nem lehet mit kezdeni. Na most az, hogy hol kezdem el, hol mondom az elsőt, az egy külön kérdés. De egy biztos, hogy ismert helyre, ismert körülmények közé, és ismert műveltséggel érkeztek be. Ez nem vita téma. Az, hogy ez nem mindenkinek tetszik, ezt most már nyugodtan megszokhatjuk, mert hát, Istenem, nem várhatjuk el tőlük, hogy mondjuk a saját áldozatuknak a történelmét azt hitelesen tanulják, vagy tanítsák. Tehát minden esetre az az a pont, amikor a magyarság az egész addig ismert történelmének a csúcsán van. Mikor? Hát 1000 körül. Ez mit jelent? Ezt ma úgy tanítják nekünk, ha egyáltalán szóba kerül, hogy kalandoztunk. Értsd, nem volt közelebb lopható tyúk, csak Otrantónál. Tehát a olasz csizma sarkánál. Mert ugye búcsú tudjuk odáig vezette le, lényegében veszteség nélkül az egyik hadjárat a végén a magyarság. A másik hadjáratánál meg a spanyol félszigetnek a közepéig. És itt név szerint említik, tehát nem lehet letagadni. Na most, tehát a helyzet az, hogy ezt, ha én fogalmaznám, én úgy fogalmaznám, hogy akkor a magyarság a Kárpát-medencében központját tartó magyarság katonai ellenőrzése alatt tartotta Európát. Pont. Ennyi. És
És ezzel nincs mit érvelni, legfeljebb elhallgatni lehet. És aki egyáltalán szóba jöhetett volna, tehát akit északról tudtak volna ebbe beleszólni, azzal meg a lehető legjobb viszonyban voltunk. A lehető legjobb viszony. Mi norman néven sem, viking néven sem, soha hadban nem kerültünk velük. Tehát egy tökéletesen összehangolt Európát teljesen lefedő katonai hatalomnak. Na most én mikor tudok áldozatot hozni? Akkor, amikor mélyben vagyok, vagy akkor, amikor a legmagasabban vagyok? Na most itt kell eldőlni, hogy én magamat akarom tovább növelni, vagy pedig alászállok, hogy ő fölemelkedhessen. Most eddig még nagyjából el szoktunk jutni, de utána, amikor elmondom a következő mondatot, akkor általában a társaság fele feláll és elmegy. Na most én nem akarom ezt kiprovokálni, de azért elmondom a következő mondatot. Tudnék, miről van szó? Arról, hogy ebben a fogalmazásban, hogy nekem minél magasabban vagyok, annál sürgősebben. Ha azt akarom, hogy itt nem ajmok népesítsék be ezt a termet, akkor nekem alá kell szállnom, hogy őket fölemelhessem. Most mi történik ezerben itt? És akkor mindjárt megkérdezem, kinek volt erre szüksége, a magyarságnak, vagy a maradék Európának? Mert ez nem kérdés, ez teljesen egyértelmű. Igen ám, de ahhoz nekem az ikrek magatartás mintázatán fölül kell emelkedni. És az ikrek után mi következik az évkörben? A rák. És a rákra mi jellemző? Az önkéntes és teljes áldozat. Tehát ennek a család a képlete, hogyha a hétköznapi létben keresem, és azon belül is az anyaság. Tehát aki mindent a következő nemzedékért, tehát már a fogantatás pillanatától nem magát építi, hanem a benne érlelődő életet, ezt még a szülés után is, legalább egy évig valaha, ugye még a szoktatás évén, tehát a legnemesebb energiákkal táplál fel, és a saját testében van. Na most, hogy érthető legyen, az, hogy itt egy ilyen teljesen egyé vált ikrek magatartás eljut odáig, hogy az önkéntes és teljes áldozatot tudja hozni, ez a legnagyobb csoda, amit egyáltalán az embertől, nem csak magyar, mint embertől el tudunk várni. Na most, ezt vesszük mi észre ezerben? Ezt hangsúlyozzák nekünk egyik részről, egyházi részről, másik részről, világi részről? Nem. Hanem mintha nekünk lett volna erre szükségünk, és hogy ez egy alávettetés volt kényszerűségből, mert hát már 955-ben úgy elvett, nem vertek el úgy. Meg se indultak a Kárpát-medence felé. Onnan tudom, hogy valaki ha meghatározó és súlyos győzelmet arat, hogy azonnal elindul a legyőzött ellenfél, hát hogy mondjam, központja felé. Elindultak. Úgy pucoltak haza, ahogy a lábunk bírta. Mert már a nyomunkban volt az a tartalék egység, amely nem avatkozott bele, amit Boton vezetett annak idején, de ennek már rég földolgozott története. De szó sincs katasztrofális vereségről 955-ben. Egyébként 40-en fölül vannak a győztes ütközeteink, a honfoglalás nevezzük így, a pillanata és ezer között, és ezek közül összesen kettőt tanítanak, mert összesen kettő volt vesztes. Ezt a kettőt tanítják, a Merleburmit, ami egyébként egy olyan visszavonulás volt, mint a győri csatában Komáromig visszavonultak, és utána már is mentek vissza. Csak erről már senki nem beszél. Ez már 1800-as években. Na, tehát ennyit mindenképpen el kellett mondani, aztán szép lassan be is fejezhetem, úgy látom. Na most, ezt csak azért vetítem, mert a honfoglalás most két ilyen csalópontot fogtunk meg. Az egyik a szkíta műveltségben volt két példa, és utána rögtön egy nagy ugrással a honfoglalás korban jöttünk. De ez csak két szélső pont. Közben szépen meg fogjuk nézegetni a közbeesőket is. Na most ez még mindig a baloldali, ez még mindig ez a püspöklandányi melkereszt. Na most, hogyha én leletanyagban egy bizonyos korszakból, ez körülbelül legyen 20 év, mondjuk ezt most 20 évnek, én hát bizony 10-es nagyságrendben kapom, tehát 10 és 100 között, a hitelesen föltárt anyagban a melkeresztet, azt a népet én milyen vallásomnak fogom nevezni?
Hát ha mondjuk ez Grúziában történik, akkor kapásból kereszténynek. Ha mondjuk Németországban, kapásból kereszténynek. Akárhol, csak is. És bennünket, hogy nem ügyes állunk, ez a helyzet. Akkor mi milyen vallások voltak? Hát csúnya pogány. Na most ezt nem lehet másképp nevezni, ha temetőben hiteles feltárással felszínre hozott sírleletként melperez fordul elő, akkor nem csak az az egy valaki, akit ott eltemettek, volt keresztény, hanem az egész közösség is, amelyik eltemette. Tehát itt most nincs megint visszabeszélés. Na most ezek azok a pillanatok, amikor tényleg kifogynak általában az ellendrukkerek az érdekből, ilyenkor tényleg legjobb ellenni. Ezt tényleg a legjobb szívvel tudom ajánlani. Mert itt még jönnek majd ilyen adatok. Tehát ezeket nagyon tessék komolyan venni. És erre nem válasz az, hogy akkor mire térített bennünket Szent István. Na, ez jó kérdés. És lehet is rá válaszolni. Mert az a kereszténység, aminek itt a nyomait látjuk, majd mindjárt látjuk konkrétan is, azok nem a judeokrisztiánizmus. Pont. Nem. Nem. Határozottan nem az. És kényszerrel összesen két vallást lehetett eddig a történelemben terjeszteni. Az egyik az iszlám, az egy jóval későbbi eset. Másik a judeó elemét nagyon hangsúlyosan vállaló háttérben keresztény. Abban sohasem Jézus Krisztus tanítása volt. Soha. Még ürügyként sem. De az ószövetségi etika az igen. Az kötelezővé teszi bizonyos esetekre. És hát bizony bennünket így erőszakkal térítettek. Tehát mire? Mire állnak számba? Na, tehát a helyzet a következő. Ezeket nagyon tessék meggondolni, mert jelenleg évtizedenként növekvő hangsúllyal most már a judea kereszténységből akár le is hagyhatnánk a kereszténységet. Tehát a judea elem olyan mértékig erőszakosan erősödik föl, hogy nagy ünnepen már új szövetségi tanításból nem is hallunk. De már nagy ünnepen, aminek az ószövetséghez semmi köze nincs, tehát már csak a Jézus élettörténetéhez tartozik. Tehát ezeket nagyon tessék most már komolyan venni. És megérti az ember azt, akinek ez nem tetszik, de nem helyes. Ez két különböző magatartás. És ha én nem ismerem ezeket a tényeket, mert azt hiszem, hogy eddig én még a tényeken túl nagyon kevéssé bocsátkoztam, mondjuk következtetésbe vagy éppen hipotézisekbe. Na most ezt csak azért mutatom be, mert a tartások, ahogyan ezeken a merkereszteken megjelennek, ezeknek semmi közük nincs keresztrefeszítéshez. Az égvilágon sem. De nagyon is van közük azokhoz a szkíta emlékekkel, ahol pontosan ugyanezt a kartartást tapasztalni. Hogy ez milyen konkrét esetekben fordul elő a szkítáknál, az megint egy külön kérdés. De egy nagyon ismert példa szintén, de hát itt az elején még elég ismert példákat mutatok. Ez a jobboldali szkíta, megint a példa. Ezzel viszont a baloldalival megint egy jó korát ugrottunk, de nem visszafelé tőle az időben, hanem előrefelé, mifelé. Tehát ez egy festett kazettás templomi mennyezetnek a mindjárt mondom a nevét, Tereszteneinek. Ez most még benn van az ország határán belül, ezen belül az északi vidéken van. Ez a Tereszteny egy kis falu. Na most ennek a úgynevezett pelikán, tehát fiait végre tápla pelikán. Na most tudjuk, hogy pelikánnak a magyar neve az a gödény. Azt is tudjuk el, hogy ilyen hosszú csőre van, és azt is tudjuk, hogy alatta van egy ilyen szép nagy tasak, és akkor ebbe szokta beleszedni a halakat. Na most milyen nincsen ennek a madárnak? Természetesen ekkora csőre nincsen, ekkora tasak nincs alatta, és semmi nyoma nincs annak, hogy ő halakat áprakolna. Ezt csak azért mondom el, mert nem feltétlenül csak a pártitkári székben lehet hazudni. Nyugodtan lehet szószékről is. És folyamatosan. Na most, ha nekem ez az első, hogy mondjam, közlés, amit kapok erről a ábráról, és ezzel tele van a művészetünk. Tehát ez már
ez már a barokk kornak egy sajátos változat annál, tehát ez már 1700-as években van, tehát még annak is az olyan második számú barokk, és hát rengeteg van belőle. Na most a nyaka fordulata az általában a hattyú felé mozdítja el, de a tollazata az a sasé. És a sas és a hattyú hol helyezkedik el egymás szomszédságában? Nem az állatkertben. Égbolton. Mégpedig a nyilas fölött közvetlen. Az egyik az a sas, az akvila csillagképnek az ága, az a tejútnak két ága, erről nevezzük előket. Az egyik a sas ága, a másik pedig bizony a hattyú ága, ez a cigmusznak az ága. Tehát azt jelenti, hogy mennyezetem vagyok, mennyezőnek nevezik a mestert, tehát dokumentumokból tudjuk. És ez azt jelenti, hogy bizony a mennyi jelenik meg. Tehát a magasabb szintre a nyilasnál érkezik az energia, de két úton tud. És nem mindegy, hogy melyiken érkezik. Tehát minden esetre ez a hagyomány ez teljesen egyenes úton, és sehol máshol. Tehát ami azt mondjuk, hát de biztos akkor ez egy református templom, és akkor a Calvinnál ez biztos megint nem jelenik meg. De akkor legalább Utrechtben tanítják, nem tanítják. Akkor biztos, mondja Luthernél, nem. Nem tudom érthetően, nem. Nem onnan származik. Semmiféle előzménye ennek a úgynevezett fiai vérével tápra, pedig hát nincsen se az evangélikus vonalon Lutherig, sem a református vonalon Calvinig. Tehát itt ez a saját hagyományból, és meddig megy vissza ez a hagyomány. Tehát tessék megnézni. És megint csak megvannak a közbőső állomások. Na akkor menjünk tovább. Csak hogy érzik. Na most, ha én ezt elmondom mondjuk egy református püspöknek, történetesen most nem is nem volt, hát az engem egyből kiáltoz. De a világból is. Tehát valami hihetetlen, hogy sikerült az elképzelhető legmesszebb üldözni a szellemi irányítóinkat. Tehát az akadémikusokat világvonalon, és hát az egyházi vezetőket egyházi vonalon. Attól, ami ez a műveltség, amit tulajdonképpen most már nyugodtan megfogalmazhatjuk, tulajdonképpen egyedül emberhez méltó műveltség. Miért baj nekik, hogy mi ezt valljuk? Na most ez az, amit egy másik templom, hát ez a templom már nincs a jelenlegi határok között. Mert azért ezekből is levágták át Trianonban. Nagyon vigyáztak, hogy összeillő kulturális javak ne maradjanak együtt. Mert egy példa sohasem példa, ezt tudjuk. Na most ennek Csengeren van a testvére. Csenger még ezen az oldalon, éppen hogy. Ez már túloldalon, ez Técse. Tehát ez már Kárpátalja. Nem tud egybeérni. És ezt folyamatosan, amikor már kezdenénk egymásra találni, már át tudok menni, nem. Akkor mindig behoznak valami olyat, vagy betegség, vagy politikai valami guganc, ami soha nem magától jön. Soha. A betegség sem hozzáteszem. Na most itt a pontos példát látjuk, és ez az a pillanat, amikor hát bizony általában még a jobb érzések közül is fel szoktak állni, hogy tudnék a halálos ellenség ellen is bizony teljes és feltétel nélküli áldozatot kell hozni. Tehát ez a ráknak a szellemi szintje. És hát itt már, na hát azt már nem. Jó van, drágám, még nem tartasz. Semmi gond nincs. Tehát ez tényleg a legnehezebb. Emberileg a legnehezebb, hogy én tudva tudom, hogy ki a halálos ellensége, és én mégis sem. Ezt egyébként a magyarság gyönyörűen bemutatta, mikor 1989-ben. Ha valakiről lehet tudni, hogy halálos ellenség a legaljasabb eszközökkel, azok az olálok. Mit csinált akkor a magyarság? Majdra jutottak az olálok, és ment és segítette őket. Pontosan tudom, mert a tanítványaim is közöttük voltak. És meg is beszéltünk, második menetnél már én is megyek. Az elsőnél azért nem megyek, mert valahol le kell tenni azt a magot, aminek hát tovább kell majd élni. És hát, aki nálam jobban tudja, azt jó, azt nagyon szívesen helyettesítem. Tehát nem került sor ugye a második hullámra, de ott voltam, mivel nagyon derekasan. És lőttek rájuk azok, akiket segíteni akartam.
És nem csak a magyarokat segített, ezt felejtsük el, itt nem arról van szó, hogy csak az ottani magyarokat. Igen, elsősorban nőket, de a rászorulók, hogyha azok románok voltak, ugyanolyan szeretettel és ugyanolyan segítőkészséggel. Az élelmet is vitték nekik, ruházatot is vittek nekik, gyógyszereket vittek nekik. És ezt hálálták meg, mert azért az olaj is tud hálálni, amikor eljön neki az ideje, amikor a marosvásárhelyi vérengzésekben, hát bizony nem ment oda mindenki, mert tudjuk, hogy begyűjtötték őket a környező falon. És a mócok egy része azt mondta, ti nem segítettetek nekünk, amikor bajban voltunk, a magyarok segítettek, nem megyünk. És nem értek be Marosvásárhelyre. Tehát csak hogy érzekeljük, hogy nem arról van itt szó, hogy akkor most még gazsulálni akarunk a románoknak, vagy tudom én, tótoknak, vagy egyedeknek, hanem arról, hogy a legmagasabb szintű emberi kívánalmaknak meg kell tudni felelni. Meg kell tudni. És hát ez a Jézusi példa, nem az a Jézusi példa, hogy nekem szimpatikus a Péter, akkor őt segítem, nem szimpatikus már ott a Tamás, mert itt kételkedett, hát az még menjen a fenébe. Tehát nem így van. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert itt tényleg elvérzik a hallgatóságnak jó része. És én megértem, tehát egyáltalán nem haragszom, egyébként arra sem haragszom, aki egyszer nem ért egyet ezekkel dolgokkal, hát ez már az ő tehetétele, tehát nem kell feltétlenül ezekkel együtt érteni. Megismerni azt az élelmet. Ott pár kettőt ugrottunk, na most volt még hármat is, ez tényleg kicsit megkeveredik, ez meg most nem megy. Na, ez pedig nagyon fontos kép. Tehát ugyanitt tartunk, a szkíta példa ugyanaz, és mit látunk? Ő neki, tehát ez az úgynevezett fiait vérével tápláló perikát, ugyanott van Técsön egyébként. Tehát ezek egymást erősítő példa. Neki itt meg kellene sebeznie magát. Miért itt? Hát azért ez a lélek helye. Tehát innen idáig ez a szellemé, állatnál is, csak nem mindig hangsúlyozzák. Szkíták mindig hangsúlyozzák. Ez a lélek szintje, ez két irányba, tehát ez a többlete a léleknek. Egyrészt földi körülmények közt, másrészt innen jön a szár. Tehát ezzel tud repülni. Soha nem a farából jön a szár, de nem is a fenyőből. Az a, már a görög-római mitológia, amikor már innen jön ki. Tehát a nagyon lényeges dolog, tehát hogy vagy a lélekkel tudunk szárnyalni, vagy sehogy. És ha a lelket én kitagadom a háromszintű emberiségből, nincs mivel szárnyalni. Na most mire megy ki az egész játék 869 óta? Tehát ez volt az a zsinat, amelyiken ez Konstantinápolyban volt, az a zsinat, ahol felszámolták a trikotómiát, tehát a háromszintű emberiséget összevonták kétszintűre, innentől csak dihotómia van. Na most normális pappal beszélünk, az enyhe szégyenkezések között azért el szoktam mondani, hogy azért ő a hívőben beszélő, ő tudomásul vesz, hogy háromszintű. De hivatalosan nem képviselett. Tehát onnan nem volt megújítva ez a nézet. De ez mit jelent? Hogy valamelyiket a három minőségünk közül kilopták az emberből. Melyik a legérzékenyebb? A lélek természetesen. Tehát spiritus van és szóma van. Az, hogy kettő között anima is van, senkit nem érdekel. És ráadásul, ha a magyar embernek hazudnak, akkor az általában kétszeres hazudás. Tehát még ráadásul a spiritust nem is szellemnek fordítják, pedig azt jelenti, hanem léleknek. Nem tudom, értető. Tehát ezzel meg teljesen összeragadták a képet. És ez nagyon fontos kérdés. Mert ha a magyar saját feladata szerint akarom működtetni, vagy engedni, vagy segíteni, működni, csak nem tudom mindig. Pontosan az jellemző ránk, amit hibáknak is, meg erényünknek is elkönyvelnek, hogy lelkesedjünk. Ne, na most a lelkesedés nem lehet szellemiségünk, itt megfontolom. Tehát minden esetre nagyon lényeges. Ha én önmagamat növelem szellemi értelemben, eljutok egy ponthoz, ahol el kell dönteni. Vagy tovább is magamat emelem, akkor én azt mondom, hogy tudom, addig meditálok, ameddig átmegyek a nirvánába. Vagy azt mondom, hogy tudok olyanokról az embertársaim között, akik nagyon rászorulnak, és nincs, aki segítsen rajta. És akkor visszajövök,
de segíteni nem lehet megfontolással. Megfontolással csak kölcsönt lehet adni, amit lehetőleg azért kantostól kérjük vissza. Hanem adni az csak lélekbe lehet. Tehát visszakanyarodik, megsebzi magát, mert innentől kezdve ő kisebb lesz azért, hogy a rábízott, az gyanúsíthasson. Tehát egy tökéletesen olvasható képírási program. Na de ugyanez jelenik meg már Mászkitán. És akkor mi történik jelenleg? Visszakanyarodik, keresi a lelkét, és megtalálja? Ne, tessék megnézni. Helyette kap egy profil arcot, egy önmagát megvalósító, és csak is szellemiséget számon tartó magatartás. Miért? Mert mindenki erre tanítja. Erre tanítja a politikus, erre tanítja az egyházfi, erre tanítja a meditációt vezető, mit tudom én, guru, és itt a valóség meg tehát ez egyszerűen döbbenetes, hogy mennyire nem vagyunk hajlandók, hogy megérteni, vagy egyáltalán megközelíteni a műveltségeket, holott minden így tálcán kínál nekünk. Na most erre kinek van szüksége? Ő neki ott a sírba, vagy nekem van? Hát már ne próbálj már úgy tenni, mintha nem lenne erre szüksége. Na minden esetre Técső. Érdemes kimenni és megnézni. Egyébként csak zárjelben mondom, a legfontosabb ilyen emlékeket vagy leszerelték már, vagy átfestették, ezt például átfestették. Na de nekem megvannak még az eredeti fényképek. Úgyhogy ebből tettem közé őket, és hát ez is még az eredeti. Na akkor nézzük gyorsan. Most szándékosan megyek gyorsan, mert szeretnék a végére érni. Azt gondolom, észrevettük, hogy a német-római császári palást volt az előző. Most ezt milyen címen tudják el, ami teljesen nyilvánvaló, hogy a germán művészethez az égvilágja semmi köze nincsen. Hogy Nagy Károly kapta Hárun Árasítót. Na most nagyon ügyes a dolog, mert már Nagy Károly is nagy kérdőjelekkel van körülvéve jelenleg, és ezek teljesen jogos kérdőjelek, ezt rögtön hadd tegyem hozzá. Tehát nem légből kapott dolog. Nem tudom, mennyire tudjuk, hogy ez újabb korban, ez azt jelenti, hogy 1900-as évek utolsó évtizedeiben ezt egy major történész tette közé ezt a méretet, Heribert Illingnek nevezik. Igen ám, de ő nem ismerte a magyar krónikákat. A magyar krónikák tökéletesen ezt az időrendet adják. Tehát azt jelenti, hogy utóbb aztán meg is fogalmazták munkatársai, hogy hát tulajdonképpen neki ismerni kellett volna a magyar krónikákat, akkor egyszerűen kiolvassa belőle. Ugyanez a 300 év hiányzik könyvben. Tökéletes. Tehát az azt jelenti, hogy tessék csak nagyon komolyan venni a krónikáinkat, de nagyon-nagyon komolyan. Nekünk azért nem tanították őket a hát én művészettörténészként kellett, hogy történelmet is tanuljak az egyetemet. Azért nem tanították, mert az időrendjével bajok vannak. Nem a krónikák időrendjével van baj, a te agyadban van baj. Tehát nagyon is komolyan kell venni, mert bizony az a hiteles, mai napig ez az egyetlen igazán hiteles időrend, amit egyáltalán hát komolyan kell venni, komolyan lehet és kell venni. Igen ám, de abban sem Nagy Károly nem szerepel. És Nagy Károlyan még nem lenne annyi baj, de az avarok külön néven nem szerepel. Ez a késő hón korszak, amiről meg semmit nem tud. Tehát ez megint egy külön értekezés tárgya lehet, de nagyon fontos kérdésről van szó. Tehát azt jelenti, hogy még a krónikáknál még él olyan valaki, Csabának, Csaba királyfinak, Attila fiának az egyik utódja, aki még a honfoglalókkal bejött. Nem tudom, érthető. Na, ugye, ahogy mondtam, hogy hazudnak a krónikák. Nem a krónikák hazudnak. Az az időrend nem stimmel, amit nekünk tanítottak. És tudjuk, hogy kik találták ki ezt az időrendet, és kik erőltették rá Európára. És Európa meg a világon. Na, akkor ezt a... Csak azért mutattam, mert ha ez nem állatküzdelmi jelenet, akkor nem tudom, hogy mi az. Most a germán művészetnek semmi köze nincs állatküzdelmi jelenethez. Ez a legtipikusabb szkíta utód. És hát minden valószínűség szerint, ha nem éppen tőlünk, akkor valamelyik szintén szkíta utód név, lehet akár a hunoknak valamelyik utód név is. Sőt, még lehet a török időkből is. Az már kevésbé valószínű. De például a hun korszakból egyértelműen levethető. Sőt, ebben még figyelmeztetés van, mert ne felejtsük el, hogy a teve az nem a mi, hogy mondjam, tulajdonságunk.
illetve az a magyarságnak az elfajzott tulajdonságát képviseli. Honnan tudjuk? Mesékből. Nagyon pontosan lehet tudni, hogy a teve a kevéssége révén kiemelkedett, tehát önmagát gyarapította, nem pedig a rábízottakat, és ezért nem került bele, mint névadó állat, az állatcseregrendbe kellett. Nincs ilyen, hogy a teve éve. Ez a ló évének az elfajulása. És ezt pontosan tudjuk egy olyan meséből, ami buddhista hagyományban maradt fönn, Múrjátoknál. Megvan a magyar fordítás. Tehát gyönyörűen lehet látni, ezzel végződik be, hogy a teve kevékedett és évese lett. Mert ők az éveket is 12-es rendszeren számolják. És mindegy, hát most például a vila évében. Tehát menjünk is tovább, mert szeretnék a legvégére jutni. Sajnos megvannak számlán. Jó. Na ezt azért nem tudom, mennyire látható. Nem nagyon ugye. Hát ha valaki eljutott már Szivaszba, ez Szevaszte volt a korban, tehát ez az Anatóliának körülbelül a kellős közepe. Hát itt volt az, ahol tulajdonképpen magára talált Törökországa első világháború után. Hát őt legalább annyira elhalászták, mint bennünket. Csak hát ott volt egy kemel Atatürk. Szivasztól, ami már a közepe Anatóliának. És onnan úgy verte őket vissza, hogy alig bírtak az otthonni. Elsősorban a híres gyönyök. Akik hát mondanom senkem, mint az olávok, és hát másnak a szárnya alatt szépen bejöttek Törökországba. Na, aki nagyon szereti a görögöket, az most nem nagyon mindent lehet. De hát minden esetre ez a szivaszi úgynevezett gökmedreszének a homlokzatában is azért nagyon fontos ismerni, mert ez ugyanazt a keleti állatövet jeleníti meg, 9-et a hónapok közül, egészen pontosan nem határozható, hogy melyik ezek közül az állatok közül melyik, amelyik mindent, ami megtanulható ezekről. Ezek állatok, nem most az állat szó magyarul mit jelent. Ha azt mondom valakire, hogy asszonyi állat, akkor én most azt megszégyenítettem. Hát ez egy őrült, aki ezt gondolja. Hát dehogy, állapotot jelent. Hát az asszonyra az állapot szerűsége jellemző, a lányra meg a mozgékonyság. Hát tele vagyunk olyan népdala, ami ezt énekli meg. Hát a nyelvújtás koráig nem is volt állapot szavunk, állat volt. Ma a Jóisten és a teremtés helyzetében állatnak neveztetik. Nem tudom, érthető. De semmi megszégyenítő nincs benne. Természetesen, mert milyen állapotnak a letéteményese az asszony, aminek a lány még nem lehet. Áldott állapotnak, nem találkoztak még vele? Nem terhesség van, áldott állapot. És annak a letétem, és azt mondom, állat ő, ez mit jelent? Álló csillagok övezete, de nem görögül. Hát görögül semmilyen jelentése nincsen. És görögül, hanem a mérleg is állat. Nem tudom érthetően. Állat őbe belső, a szűz is állat. Hát lehet, hogy a görög szűz az tényleg állat, de vagy az ikrek állat, a vizentő állat. Mitől állat? Hát az állapot és az állat szó nem is hasonlít egymással görögül. De a római, a latinos. De őtőlük vettük át. Természetesen miért, mert a magyar olyan mostoba, hogy ezt csak átvendított kulturális gyakorlat. Semmi köze a görögköz ennek. Álló csillagok zárt övezete, ez az állat ő. De csak olyan nyelven, ahol az állapot, tehát az állat állapotot is jelent. Na tessék ilyet még keresni, majd biztos a tótoknál megtalálják, de ha nem görög, akkor biztos szlávia erény szó. Na hát azt keresni ilyetként. És időre vele fog kerülni. Na most ez az a típusa az állatküzdelmi jeleneteknek, amikor hát a szkíta korszaknak, ugye ezt hova teszik, az azért nem feltétlenül 100%-os, de minden esetre ez még nem a görög befolyástól érintett időszaka a szkíta műveltségnek. Tehát tulajdonképpen itt van az, ahol az ember ránéz, és egyszerűen belerenni az ember. Tehát ez az én kultúrám, itt nincs mese. Most attól lehetne ez rossz, és lehetne ez ilyen, olyan, amolyan, de egy biztos, hogy én ehhez tartozom, ezt találom, ezt tudom. És ezt értem is, amennyire egyáltalán mai fejjel érthető. És értem. Na most ezeket hogyan értelmezte az eddigi tudományosság? Hát hozzá kell tenni, az eddigi tudományosság körülbelül 80-85%-ban, hogy mondjam, magyartalanító szándékú. Na, maradjunk ebben. Tehát én a Magyar Tudományos Akadémiát ezen a néven semmiképpen nem emlegettem, mert ez egy magyartalanító akadémia. Ennek ez a feladata, és tökéletesen csinálja is.
Tehát ami profi munka, azt ismerjük el, profi módon csinálja. Az indításától kezdve nem az szerint, ahogyan a Széchenyi tervezte, mert messze menne, nem az szerint, de ezt csinálja. És amit jól csinál azért, azt legalábbis ismerjük el, hogy ezt igen jól csinálta. Tökéletesen tud magyar tanítani, minden eszközzel, és nem csak a kulturális területen, tehát nem csak a humán kultúra területén, hanem mindenütt. Tehát ha őneki van egy világra szóló találmánya, biztos lehet benne, hogy nem magyarként fog bevezetődni, hogyha egyáltalán nem lopják el mindjárt az első menetben. Tehát azért nézzenek körül, a Nobel-díjasak, Oscar-díjasak, és itt tömeg milyen díjasak között. Hát hol van ott magyar, aki magyarként mutatkozik be? Tehát azért, és nem mondja vissza rögtön, ha még így is mutatkozott be, abban a pillanatban, hogy külföldi újságíró megjelenik. Tehát ezek megint olyan dolgok, hogy nagyon nem csodálkozunk rajta, de nem is örülünk neki. Ennyit erről. És még egy van, semmit nem fog változni évtizedeken belül. Talán az unokáink. Tehát nehogy azt higgyük, hogyha én itt nagy piros fejező zászlókat lengetek, és ekkora kitűzővel jövök, én nem tudok ugyanúgy, vagy még inkább, még hitetőbb módon magyar tanítani, mert most ez folyik. De ez folyik. Semmiféle, most akkor mondja, de igen, mert van már egy magyarság, tudom ennyit. Igen, tetszik tudni, hogy kik vannak abban, és hogy miket csinálnak? Na jó, azt mondja, egy más alkalom. Na ennyit el. Nem tudom, látták-e annak idején Jancsó Miklósnak a Szegény Legények című filmjét. Akkor annak emlékeznek az utolsó jeleneteire. Amikor már nagyon lobogtatják ott a magyar zászlót, meg már huszáruniformisban jelennek meg, és már etetik őket azzal, hogy most a Kossuth nótát is énekelnek. És akkor ezek már elkezdik, a szegény legények már elkezdik kiadni magukat. Hogy persze, hát együtt voltunk az Isaszegi csatában akkor. Hát persze, hát akkor te voltál az, aki elfogtad. És akkor, mikor már mindenki szépen föladta önmagát, meg a társát is, hát az mögött, hogy felsarakozik szépen a vasas németeknek a lovas dandárja, és akkor így egyszerre a fejükre húzzák ezt a fekete kapucnik, és az egészet viszik, vagy kivégzése, vagy életfogytiglan. Na most jelenleg ezt az időszakot éljük. És abban biztosak lehetnek, hogy akármelyik marad bolonda a jövőre, mindegyik. Már ott tartja kendőben a feketét, ezt a kapucnit. Tehát nagyon vigyázunk, mit teszünk közé, nagyon vigyázunk, hogy mit nem mentünk el, mert amit nem mentünk el, annak nagyon-nagyon sütett jövője lehet. Tehát bizony a mentés időszakát éljük. Na, ennyit el. És akkor hát most már tényleg csak a legutolsó menet jön. Tehát ha látni lehetne, akkor lehetne azt is látni, hogy ezek a szárnyak, ezek egy ilyen örvény alakot írnak le, három szár indítás van, és tökéletes örvényt írnak le. Tehát egy spirál rendszer. Ezek nem, hogy nem egy helyen, hanem még csak nem is egy vidéken kerültek elő. És akkor egyszerre megjelenik ez is. Hát ez most már nem arany, hát jól látható, ez talán jól látható, hogy nem arany domborítás, hanem ez a rátétes nemes szőnyeg. Na most egy az egyben ugyanaz az ábra. Mit tetszik gondolom, ez honnan való? Ez Noi Nulla, hát ez a hivatalos megnevezésen, Noyon, ahol, hogyha helyszín nevén akarom nevezni, ez a hun korszaknak az egyik reprezentatív emléke. Közte eltelt legalább egy fél évezred. Nem tudom, érthető. Na most van itt kontinuitás, vagy nincs? Tehát, hogy amit a legjobban utálnak, ezt a kifejezést, kontinuitás. Nehogy már kiejtsem. De kiejtem. És nem érdekel a véleménye. De a tények önmagukért beszélnek. És ezt nem én mondom honkolynak, hogy félreértés ne essék. Ez egy publikált dolgok. A lehető legszélesebb körben publikált dolgok. Tehát bizony, ez a, már nagyot léptünk előre, már a szkítáktól a honkorszakban vagyunk, aztán ott van a nagyszerű Miklós, aki nincs. Állatküzdelmi jelent, vagy nem állatküzdelmi jelent. És germánoknál ott van? Nincs.
Szlávoknál ott van. Még szlávok sincsenek, nem hogy ez ott nem. Tehát mert tényleg az ember nem tudna miért borombán föltenni a kérdéseket. Hát ha ez nem kontinuitás, akkor mi az? Akkor mi? Na, minden esetre ez az egyik tálkának a fenekén van. De ott megjelenik. Ja, ezt most nem tudom, hogy miért kettőket lép meg hármukat. Mindegy, hát legalább gyorsan haladunk. De most ez freskó részlet, és Visegrádon került erre. Visegrádon, és teljesen pontosan határolható a kora is, hogy mikori. Ez Szent István után és Szent László előtt készült. Tehát olyan leletekből, amik a föltöltésnek, tehát ez rásatásból került elő. Na most nyilván nem látni, talán még innen látni az első sorokból. Ez pontosan ugyanaz a tartása a szarvasnak, ami a szkítáknál a legjellemzőbb. Tehát ő maga alá húzza a melső két lábát is. Hát itt tulajdonképpen csak az a része látható. Na most itt elmondok egy történetet, de ezt tessék szó szerint venni. Tehát amikor ezt megtalálták, tulajdonképpen mondhatnám a nevet is, mert egy elég ismert név. Ő... milyen Matyi? Szőke Matyi. Na, bocsánat. Így van. Hát ő már nem Matyi régeség, hát nekem fordása. Tehát a helyzet az, hogy mi egy folyamon végeztünk, és hát László Gyulához én nekem nem lett volna szabad átmenni, mert én művészettörténész voltam. És hát ott illett utálni László Gyulát. De hát jártam. És így most egy padba ültem olyanokkal, mint egy Szőke Mátyás, egy Bakai Kornél, és még néhány olyan valaki, hát akik azért lettek valakik. Én mondjuk nem, de ők igen. Tehát érdemes volt velük egy padba ülni. Na és a lényeg az, hogy ő megtalálta, de életveszélyes körülmények közt. Miért? Azért, mert Visegrád a Nemzeti Múzeum alá tartozott, lehet, hogy ma is, ásatás szempontjából. És a Nemzeti Múzeumnak akkor is közismerten KGB-s volt az igazgatója, főigazgatója. Ezt tudjuk, hogy a legfontosabb kulturális centrumokra nem állós tettek KGB-s. Tudjuk, mi volt a KGB? Hát most is az. A legmagasabb elhárító központ. Csak hát a központ az nem itt van, hanem Moszkvában. Na, tehát a lényeg az, hogy egyébként ő még mindig a legtűrhetőbb volt, de megfenyegette ezt a Szőke Mátyást, hogy elintézi, hogy a világon sehol nem kap diplomát, hogyha itt honfoglaláskori anyagot akar kiásni a Sibrik dombon Visegrádon. Miért? Mert azt már ők, a Nemzeti Múzeum, azt most nem mondom a nevét, hogy kicsoda, mert nem volt a kristálytiszta szellemiségek között, azt már közé tette, és a világon ezt elfogadták, hogy ott csak római emlékek vannak. Nem tudom, miért. Na most, ez egy bátor ember volt akkor, most nem tudom miért, tehát már régen nyugdíjban. És mégiscsak ásott. És hát tudta, hogy másnak nem jelezhet, csak nekem, akkor ilyen művészetfelőletlen volt. És akkor felhívtak a restaurátorral együtt, Rádi Ferencvel, ez is egy nagyon kívánó restaurátor volt, és hogy azonnal menjek ki. Na most azonnal kimentem Visegrádra, körülbelül itt tartott ez egy részletben. Ennek azt hiszem a következő képen, most nem megyek előre, mert is kettőt ugrik. Tehát mutatta a föltárt részt, amit nem lett volna szabad megtalálnia. Na most, előtte való nap ide kiküldték az akadémiának egy művészettörténész tagját. Ennek sem mondom a nevét, mert ez akkora az emberség volt, amit azt csinált, hogy én most nem akarok meg szerint lejáratni senki. De ismert a történet. És a következőt mondtam, most tessék figyelni, a restaurátornak egyenesen, hogy ezt a részt, ezt, amit itt látunk, római hajónak kell kiegészíteni. Nem tudom, érted? Római hajónak. És ha ez nem két becsületes magyar ember, akkor ma ezt római hajóként mutogatják a helyszínen. Vigyázz! Körülbelül ilyen arányban van torzítva a történet. És akkor hasonló példákat tudnék a kazettás mennyezetek köréből is, meg a flashpolixek köréből, az egyenek közül, amik ugye annyit restauráltak. Na, akkor ennyit erről, és a helyzet pedig az, hogy hát bizony ez a legtipikusabb állatközdelmi jelenet részlet, mert a maradék részekből azért még maradt fenn annyi, hogy ebből rekonstruálni lehetett, legalább rajzban. Most mit tetszik gondolni, ez hol van?
Ugyanis, ha én rendezünk kiállítást a Nemzeti Múzeumban, akkor ez a magyar korai, a korai mihez képest, ugye hát Szent Pistánhoz képest, tehát a korai Árpád-kori anyagban ez fő helyre kerülne. Miért? Mert egyértelmű bizonyítéka egy kontinuitás. Mit tetszik tudni most, hogy gondolni, hogy most hol van? Raktáron van, soha kiállításra nem került. De még csak nem is a Nemzeti Múzeum épületében. Most ennyit is, akármit tesz, ugye, és még egy nagyon szép történet. Hát ezt én a saját felvételemből, amit nem publikáció céljára készítettem, kizárólag magam. Ebből tudtam ennyit kihozni, meg már az egészről is valamennyit. Na most ebből kiváló felvételek készültek, de a lehető legkiválóbbak. Tehát nagyon jó fotós csináltam, együtt mentünk ki, együtt vetítgettük, amikor vetítgettük. Mit tetszik gondolni, mi van vele? Ellopták a restaurátornak az autójából. Csak azt lopták el. Semmi más. Elvileg kellett maradjon ebből példának Szőke Mátyásnak, aki végül is az főigazgató, nem is van, nem főigazgató, igazgatója lett a Visegrádi Múzeumnak. Fölmentem hozzá jóval később, amikor már tudtam, hogy ellopták ezeket a kitűnő minőségűen. A Linhof, nem tudom mondani valamit, már régen nem használnak ilyeneket. Hát ez a maximálisan kiváló. Méretben is, de hát minőségben is. Tehát fal méretűre lehet nagyítani belőle. Na, és a lényeg az, hogy őnek is meg kellett legyen ebből másolat. Az egyik konferencián lenyúlták. Egy darab sem maradt, nála sem. Na most így kell magyar tanítani. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez lesz a jövő feladata, akkor tudja, ezek profik. De hát nekünk is illene már tanulni. Illene. Mert ostobától nem nagy vicc van. Hát ne legyünk most már ostobák. Ennyit legalább jegyezzünk meg. Na, akkor ennyit. Tehát Visegrád az első Árpádok kora, tehát 11. század. Teljesen ellenben. Ez csak azért most megint kettőt ment. Tehát ez a mai Székesfehérváron van kiállítási tárgy. És senki nem kérdezi, a mai napig nem kérdezi, hogy akkor ez nem kontinuitás. A legtipikusabb, méghozzá zárókő, tehát tudjuk ez mit jelent, a legmagasabb ponton, ez adja meg az egésznek a mondatója. Milyen vallás volt itt akkor? Tehát, hogy érthető legyen, Szent István semmit nem gyomlált ki gyökeresen, azt csak a szájába adják. Tehát Szent István az a vaskezű momus, nem tudom érthetően. És ezt a képet róla Habsburgok alakították ki a ellenreformációs korszakban, aminek az a lényege, és élt, mai napig élt tulajdonképpen. A Kádárnak ez volt a fő, hogy mondjam, az érvelése a magyarság ellenében. Ti olyan bolondok vagytok, hogy a saját érdekeiteket is csak fegyverrel lehet rátok kényszeríteni. Nem tudom, ismerjük el. Na most ezt adják vissza a nőleg Szent István szájába, aminek semmi köze nincs a valódi Szent István hitethez. Tehát még egyszer mondom, ti olyan ostobák vagytok, hogy a saját érdekeiteket is csak fegyverrel lehet rátok kényszeríteni. És van egy réteg jelenleg a társadalomban, aki még meg is tapsolja ezt. Mert azért ne felejtsük el, hogy a István a királynak ez volt a végszava. Ugye, árad a fegyelem, és csasztusra fejezte be. Tehát, hogy érthetően megetették be, de gyönyörűen megetették. Na, ennyit erről, és akkor most már nagyon itt vagyunk a végjátékban. Hát ez még egy ilyen, ezt most pillanat, kezd helyen őrzik a múzeumban, és most pedig félkor kell abba hagynunk, azt hiszem. Igen. Van még 10 percünk, bírja meg a társaság? Jó, tehát ez is nagyon szépen le lehet olvasni róla, még azt is lehet tudni, hogy ez minden valószínűség szerint egy nyuszi volt, akit itt. Annak is megvan az előzményeként a szkétaműveltségben. Szoktam is vetíteni, csak most nagyon... Na most, ez mit jelent? Megint csak egy olyan bizonyíték, ami a törököknél, már az iszlámot fölvett törököknél,
bizonyítja, hogy eredetileg ezek beszédes képjelek voltak. Tehát amikor az ember a szkíta példákat, amit vetítettem, és ahogy mondtam, hogy én mennyire magaménak érzem, hát tudnánk olvasni. Egyszer képírás vonalán tudjuk olvasni, tehát ne lehet tudni, hogy ezek az állatok egy évköré, tehát egy kozmikus rendben mit képviselnek. Tehát itt nem az érdekel engem, hogy egy ilyen gyapjas, mit tudom, egy gyapjas hogyan közösül egy, tudom, egy más vallású állatfajtáról, hanem az, hogy itt milyen kozmikus minőségek találnak egymásra, és ezt a mi életünkben, ezt most támadóak fogják föléptetni, vagy pedig még megúszhatjuk. Tehát még lehet olyan módon viszonyulni ezekkel a változásokhoz, kozmikus eredeti változás. Mindegyiknek van kozmikus jelentés. Na most itt pedig azt olvassák le, hogy ez egy nagyon tanulságos példa. Ez úgynevezett lefhák közé tartozik. Lefha vagy lefha. Amelyek az iszlám meditációnak az eszközei. Tehát meditációs képek. Na most ez, ha valaki elmegy mondjuk, én azt hiszem, hogy ezt Ankarában fényképezte. Még fontosan, hogy ezt kiadványban, de egy sereget adta a helyszínen. Most ezt pedig tudni kell, hogy az Ankarai Múzeumot kirendezte be. Tehát egy pillanatban, a legjobb az én tapasztalatom szerint, hogy egyetlen normálisan berendezett néprajzi múzeum, ahol tényleg az értékek kerülnek a mutatásra. Ki? Mészáros Gyula. Akit Kemal Atatürk meghívott, mert itt nem jutott szóhoz nála. Most se jutna szóhoz hozzá, teszem egész biztosan. És zseniálisan rendeztem el. De tényleg nem is jutott hozzá, mert csak minimálisan új anyaggal töltögették. Tehát egyszerűen látni lehet bizony kontinuitásokat nyilvánvalóan, és hát olyan kapcsolatokat, hát amik mondjuk egy egyházművészeti például eköz, meg mondjuk egy szkíta utód már a türk korszakban készült állatküzdelmi jelenete. Ugyanis ezt olvasni lehet. Egyszer egy ilyen vetítésnél hallotta János, nem tudom, ismeretlen neve, más szerint régen meghalt. Tehát ő iranista volt, de örökül is, tehát én a iszlám nyelvezeteken általában beszél, és tudta olvasni az iszlám írást. És azt mondja, hogy igen, tényleg lehet olvasni, tehát korán idézetekkel vannak körbeírva. Mert az iszlám írás mód, tehát az arab írás jeleknek a rendszere, az valamivel hajlékonyabb, mint a latin írás. Milyen kis tud hajlékonnyá válni a gyerekrajzoknál, amikor ők írnak a dolgokat, például lehet látni, vagy népművészi tárgyakon, de ezt az elasztikus kezelésmódot nem érje. Igen ám, de hát ez ordít, hogy nem lehet, szóval megerőszakolja az ábrát, és nem lehet minden részletébe írásjeletbe foglalni. Pont az érzékenyebb részek nem lehet. Tehát ez azt jelenti, hogy kellett legyen előtte egy olyan írásjel készlet, ami viszont a körvonalakban minden torzítás nélkül beleolvasható. Van ilyen? Van. Hol? A magyar népművészetben. Olvassuk őket. Egyszerűen a körvonal még meg is erősödik az, tehát vagy pont sorral veszi körül, magyarul pontosítja az olvasatot, vagy ilyen úgynevezett szőrözéssel. Tehát teljesen pontosan jelzi, hogy melyek azok a jelek, és ezek olvasatok, tehát értelmes olvasatokat tartalmaznak. De eszünkbe nem jutna, ha itt nem figyelmeztetnének utódnépek, hogy álljál meg, hát én már nem tudom használni, mert az arab írás már ahhoz képest túl merev. De ti még tudnátok. Figyelünk rájuk? Nem illik. Ennyit erről. Na most ezt örülnék, ha látnánk. Ez a noszvai festett kazettás mennyezet egyik kazettájának a részlete. Tehát ez még folytatódik ide Markészben. Na most ez az 1007-es szám, pontosabban valószínűleg már az 1600-as években elkészült, csak megújítani az 1700-as évek második felében tették, de teljesen az eredeti vonalok mentén, tehát ez semmilyen torzulást nem kapott. Na most az egyben az két a műveltség, de egy az egy. Olyan mértékig, hogy még ennek a támadó nevezük sasnak, nem tudom, hogy ha ő tovább folytatná a nyakvonalát, mi lenne belőle? Fiait vérével tápláló pelikán. Tehát ez egyetlen mozdulatnak egy közbülső fázisa, aminek a kimenetele nem lehet más, mert ebből már errefelé nem tudok jönni.
Tehát csak ez. A nagy kérdés az, hogy ő most támad, vagy nem támad. Persze, hogy támad, tehát most meg fogja menni azonnal a nyula. Tényleg. És ha te sas volnál, te biztos, hogy a fülénél kezdenél lenni. Nem tudom, érthető. Tehát képírás. Ha én egy ilyen fület, ami tulajdonképpen egy lencse alak, ha én ezt itt bemetszek, mert látom, hogy már, meg még egyet, de akkor mi lesz ebből? Hát a nyúl keleten az a szűznek a megfelelője. Tehát az egy merőben intellektuális, csak racionálisan tud gondolkozni. Ahhoz nekem föl kell lazítani a gondolkozását, hogy ő magasabb rendű igényel is elkezdjen tudni tájékozni. És akkor hova kerülünk? Akkor meg a szarvasságnak kerülünk a második stációjába. Tehát ennek az a lapátszerű szarvú, aminek szintén tele vagyunk vele. Tehát mindegyiknek megvan a példája. Tehát a szűz az jelenleg a testiségét adja az emberiség életét. Honnan tudjuk? Hát azért, mert a halak világ honlapjában vagyunk, annak az szembenlévője az a szűz. Tehát testi értelemben, a lebonyolítás értelmében szűz. Mit jelent? Mindent racionálisan akarunk megoldani. Egyszerűen képtelen már, nem is tud másra gondolni. Minden sorban rendeztessék megnézni, egy sor, két sor, három sor, négy sor, öt sor. De időben is. 2 óra, 3 óra, 4 óra esélybe fejezni. Nem tudom, érthető. Tehát egyszerűen nem tud másban gondolkozni. És jelenleg már a mesterséges intelligencián gondolkozik, ami meg semmi más nem tud, csak ez. Tehát már lélek szóba se kerül. Nem tudom, érthető, és nagyon büszke erre. De nagyon-nagyon büszke. Hát, hogy érthető legyen, egyszerűen nem értjük 1700-as évek második fele. Hát nekem én még ismerek olyan ősemet, aki ekkor született, és hát tulajdonképpen még 1800-as évek elején még működött. Hát kéznyújtásnyira vagyunk tőle, és már nem beszélj. De miért nem? Hát ott van a teljes mögötte lévő hagyomány, visszamenőleg a szkítás. Nem érdekel. Miért? Hát nem már, hát diszkó, hanem érted? Hát diszkó. Jó. Na, akkor nézzük még. Jó, hát ezt ezeket már nem vetítem, vagy nem magyarázom részleteiben, hát nyilván rakamazi korompárt ismerjük. Tehát ezt már eddig szerettem volna eljutni, lehet, hogy majd szépen be is fejezem. Hát ez viszont jelenkori népművészet. Ez Szerestei László gyűjtemény, nem tudom, Szerestei László neve mennyire ismert. Hát szeretném, ha ismert lenne. Hát ő már most évekkel, évtizeddel ezelőtt meghalt. 22 évvel, Jézus. Tehát lényeg az, hogy ő gyűjteményben, hogy ezt most eladták-e, szétszincálták-e, nem tudom. Nem tudom. És hát nagyon nagy kár érte. Mindenesetre dokumentálva van, tehát azért ne féltsük. Aminek túl kell élni, ezt túl fog élni. És hát teljesen egyértelmű. Most erre lehet mondani, és teljesen igaz lesz, ha valaki ezt mondja. Valószínűleg olyan valakinek készítette, aki már ilyen műveltséggel rendelkezett, egy ilyen típusra gondoljuk, mint egy Fettich Nándor, vagy egy László Gyula, nem gyűjtöttek. Nem gyűjtöttek. És nem volt annyira jellemző azért, hogy én mondjuk egy börtönőr, mert ezek általában ilyen helyekre, tehát vagy rokonnak, ismerősnek, vagy börtönőrnek. Mert ezek azért, hát börtönviselt emberek voltak ezek a faragó pásztorok. Hát a betyárokkal közvetlen kapcsolatban voltak. Ha maguk is nem betyárok. Jóna Józsi az egyik kiváló közülük, az kifejezetten maga is betyár volt. Feljegyzett betyár. Na, tehát lényeg az, hogy ez bizony nem halt ki, és tökéletesen tudja működtetni. Nem arról van szó, hogy ismerje, hogy milyen egy állatküzdelem, hanem az, hogy tudja-e képjelírásként működtetni. Tudja. Nem felejtették el. És ha véletlenül a többség elfelejtette, a kisebbség újra tanítja majd. Nem kellene állandóan korondon lenni. Na, azt hiszem, hogy ezzel akár be is fejezhetném. Nyilván nagyon megkönnyebbülnének. Hát ezt én most nem fogom, csak éppen egy miatt, most nem gondolom, hogy észrevettük, hogy a szkíta műveltségnek a legkésőbbi, tehát már a görögségtől befolyásolt időszakáig, ez talán már lehet is az utolsó. Tessék megnézni, halak erre felé megy, és a farka, hogy mivé alakul?
most elállok valahogy, hogy ne lássák is. Hát két ilyen bárányfej a két oldal, nem tudom érted. Na most ez minek a jel? Ez a maga a jel, az a kosé. A keleti zodiákusban egyébként a bárány nem a kost jelenti, de a mozdulat igen. Tehát ez minek a megfelelője? A maknak a megfelelője. Keleti állatönben a hegyi kecske és a hegyi jó is a maknak a megfelelő, mind a kettő. Tehát amikor mondjuk egy Jankovics Marcell mondjuk egy ilyen mesét illusztrál, akkor ő azt a aranyszőrű bárányt tudjuk, ami úgy hozzáragadnak, ha egyáltalán ismernek magyar népmesét. Tehát minden esetre ez, akárki hozzáér, azt azonnal magához vonza. Utána ő én hozzám ér, be lehet mutatni. Akkor ő én hozzám ragad, már ezt azért nem javaslom neki, de utána ő. És itt tovább, és mindenki a másik az előzőhöz ragad. Tehát egy hatalmas vonzerű. Na most ez melyikre jellemző? Hát teljesen nyilván a bakra. Hát ezért nem a kos az robban. Tehát amikor teljesen összehúzódik a természet, az a bak. És hát minden ilyen mesélyszituáció ezt írja. Na de hát ha valaki nem ismeri a keleti állatövet, hát az abban a pillanatban már egy negyed évet csúszott. És hát ez egy nagy baj. Mert hát negyed év azt jelenti, hogy pont ellentétes tendencia. Tehát itt azért nagyon észnék ellen. Minden esetre jól lehet érzékelni, hogy ez a görög-római minta szerinti útvonalat veszi, tehát elindul, mint halak, és maga után mit húz, halak után milyen? Te koshal, nem tudom érted. De ez a kicsi évben, 365 napból álló évben így következik egymásra. A halak hama, után ez utolsó téli hónap, utána jön a koshal. És tökéletes, tehát mondom, ugyanaz az eset, mint az első két képnél, amit mutattam, hogy képírásban fogalmaz, tehát abból indít, de tulajdonképpen a megjelenítés már részletből indít. Hogy néz ki egy hal? És nincs, aki rászól, hogy te édesapám, te most nem a halat, mint halat, amit eszel, nem azt jeleníted meg, hanem egy halak havát. Nem tudom érteni. És az nem így néz ki, tehát most hazudsz. És ezt követi el, de ezt már tényleg görög mindára a szkítaság, és nem is éli hosszan túl. Ezt nem lehet hosszan túl élni. Tehát kiesik abból a szerepből, ami a küldetése volt, ami miatt nekünk a mai napig is tudja a legfontosabb dolgokat közvetíteni. Hát én azt mondom, hogy érjük be most ennyivel, jó? Utána is jön valaki, és fél órát muszáj hagyni, hogy kipihenjék magukat. Úgyhogy köszönöm az eddigi szíves figyelmet.